Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Sok szeretettel köszöntöm Önöket, Harsányi Bence vagyok. Hamarosan Mugyorósi Révész Zsuzsával beszélgetünk az Érzelem szabályozása gyakorlatban és a Trauma gyógyítása című új könyvekről. Tartsanak velünk! Szeretettel köszöntjük Önöket, és akkor itt van vendégünk Mugyorósi Révész Zsuzsa, neki szeretnék kérni egy tapsot, aki... Szeretettel köszöntelek, Zsuzsa! Két könyvről is beszélhetünk ma, idén jelent meg az Érzelem szabályozása gyakorlatban című könyved, illetve egészen friss könyv, Peter Levinnek a Trauma gyógyítása című könyve, ami a héten jött ki a nyomdából, úgyhogy ez egészen friss megjelenés. És ha szabad, akkor hadd kezdjük azzal, amit elárultál a beszélgetés előtt, hogy te is most egy kritikus helyzet után vagy, hiszen megjártad a sürgősségi osztályt a napokban. És azt gondolom, hogy szakértőként ez egy egészen különleges helyzet, hogy te magad a saját könyved, illetve a trauma könyvek kapcsán mi az, amit jól tudtál hasznosítani egy ilyen akut helyzetben? Igen, azt gondolom, hogy ez a legaktuálisabb kérdés és a legaktuálisabb élmény most az életemben. Ez pontosan egy hete történt, tehát ma egy hete. Nem fogom részletezni, hogy miért, mert most nem ez a lényeg. És amint látjátok, már jól vagyok, tehát hogy így a végét rögtön le is kerekítem, hogy nem kell nagyon izgulni. A teljes regeneráció még egy kis időt igénybe fog venni, de hát végül is már itt vagyok. Szóval, hogy bekerültem nagyon váratlanul, nem számítottam rá a sürgősségi osztályra, és eltöltöttem ott több mint 14 órát. Na most ebben minden volt, és rögtön úgy is fűzném fel az élményeimet és a megéléseimet, hogy ennek a könyvnek, ami tulajdonképpen Levinnek egy 12 részes programja arról, hogy mit kezdjünk akkor, ha traumatizáltak vagyunk, ahhoz rögtön kapcsolnám is mindazt, amit átéltem. Mi történik az emberrel, amikor átél egy akut stressz állapotot? A legelső, ami történik, az az, hogy egy hatalmas, nagyfokú energia szabadul fel benne. Nem jó, most jobb. Igen? Jó. Jó, tehát a szervezet felkészül a megküzdésre, és kortikoszteroidoktól kezdve minden felszabadul benne, hogy valamit tenni tudjon. Ez egy nagyfokú izgalommal jár. Tehát, hogy ezt nem is lehet másképp elmondani, mint hogy teljes valóddal, meg vagy ijedve. De ez a nagyfokú izgalom együtt jár egy másik nagyon nehéz állapottal, azzal, hogy közben le is vagy fagyva. Mert hogy a tehetetlenség, mert nem tudsz megküzdeni egy ilyen helyzetben, egyúttal egyfajta lefagyást is okoz. És ez a két állapot egy nagyon nehezen viselhető állapot, és Levin könyvének az az egyik fő mondani valója, hogy a tested tudja, hogy ilyenkor hogyan tud megszabadulni ettől a fölös energiától, és hogyan tudja elérni azt, hogy ne legyen egy ilyen eseményből olyan trauma, ami éveken át kísért. Tehát a közvetlen következmények nem úszhatók meg, de a hosszú távúak igen. És akkor elmondom, hogy körülbelül mit éltem meg. Ugye az első volt egy marha nagy ijedelem, és hát az azzal járó bénultság, hogy hát most valami történik velem, ami fölött semmi, de semmiféle kontrollom nincs. Ilyenkor a legtöbb, amit tehetünk, ha tenni tudunk, hogy egyszerűen átadjuk magunkat az események sodrásának, és jelen vagyunk tudatosan, amennyire tudunk. Nagyon hamar be fog következni egy olyan fázis, amikor a test megpróbál megszabadulni a fölös energiától, és ez az, amit úgy hívunk, hogy a test öngyógyítása. Nagyon kevesen tudják, pedig mindenkinél megtörténik az, hogy az első ijedelem után elkezd a test remegni. Olyan, azt mondod, hogy ráz a hideg, de valójában nem a hideg ráz, hanem a testet próbálja levezetni ezt az extra energiát. Ilyenkor nem szabad még jobban megijedni, ez annak a jele, hogy tulajdonképpen a tested kezdi kiengedni azt, ami fölösleges. És ha ez sikerül, ha megkönnyebbülsz, van akinél ez egy nagy sírásban vagy zokogásban jelentkezik. De ha átgondoljátok, tulajdonképpen a sírás és a zokogás is egyfajta remegés, de konkrétan minden izmod remeghet. Ez több hullámban is átmehet rajtad. Ha ezt nem gátolod le, tehát ha hagyod, hogy ez végigmenjen,
akkor utána egy pár perc múlva könnyebb. Tehát ez az, amit érdemes ilyenkor csinálni. És hát természetesen újra jöhet az ijedelem és a nagyfokú izgatottság, amit megint követni fog egy ilyen lerázós, kiengedős, remegős fázis, és ez megy egészen addig, míg valamilyen szinten meg nem nyugszol, mert törődnek veled. És itt jön a második nagyon fontos dolog, hogy nekem nagyon jó tapasztalataim vannak. Remélem, hogy másoknak is vannak jó tapasztalataik az egészségügyi személyzettel. Én minden megkaptam, amire szükségem volt. Maximális és jó ellátást. Azt is mondhatnám, hogy együttérzést is, bár ez sokkal inkább egyfajta tárgyilagos, de nagyon jó megközelítés volt. Tehát nem kedveskedtek, és nem simogattak, de nem is erre volt akkor szükség, hanem gyorsan intézkedni és azt tenni, ami kell. Tehát ezt is megkaptam. Tehát miután megnyugodtam valamennyire, a következő fázis, és ez is benne van a Levin könyvében, az egyfajta olyan dermedtség, hogy minthogyha nem is tudnád felfogni, hogy ez most veled történik. Ezt úgy is hívjuk a pszichológiában, hogy diszociálunk, tehát távolítjuk az élményt. Ezt tulajdonképpen az agykérgünk csinálja, mert olyan intenzív az érzelmi áttérés és a testi reakció, hogy az agykéreg nem kapcsolja, tehát nem teszi lehetővé, hogy ennek teljesen tudatába legyél. Ennek is van egy ideje, amíg ezen átmész, ezen a diszociatív fázison, és aztán utána megint jöhet egy izgalom, tehát ismétlődhetnek ezek a körök, hogy izgalom, kiengedés, diszociáció. De ha mindvégig jelen vagy magaddal, és ez egy nagyon fontos, nézzétek meg a könyv alcímét, gyakorlati program tested bölcsességének újra felfedezéséhez, és az én könyvemnek pedig az a címe, hogy újrakapcsolódás a belső biztonsághoz. Mind a kettő arra hívja fel a figyelmet, hogyha együtt tudsz lenni magaddal, tehát figyelni tudsz közben magadra, akkor a tested tudni fogja, hogy mit kell tenned, és segítségedre lesz. Tehát, hogy a kapcsolatot, ha lehet, ne veszítsd el magaddal. És én azt gondolom, hogy nekem végül is ez segített, hogy ott voltam, elfogadtam, hogy ebben a helyzetben vagyok, észleltem, hogy mi történik velem, és hagytam, hogy a testem tegye a dolgát. Tehát ez volt, amit megéltem. És aztán miután valamennyire rendeződött a helyzet, utána viszont nagyon-nagyon fontos, hogy kapcsolódj azokhoz, akik körülötted vannak. Tehát próbálj meg a személyzethez, a betegtársakhoz, hát olyan módon, ahogy ott kapcsolódni lehet. Nagyon-nagyon sokat segít. Hát röviden, dióhéjban ennyi, amit... Köszönjük, és hát egyrészt nagyon friss, nagyon plasztikus élmény. Az a kérdésem, hogy te magad tudtál-e valamilyen technikát abban a helyzetben, akár egy kórházban, akár 14 órán keresztül, akár amikor elindultál, akár a légzéssel kapcsolatban, vagy valamit használni? Mi az, ami jól működött ezek közül a gyakorlatok közül? Kettő az, ami nagyon jól működött, de hát nyilván mindenkinél más az, ami működik, de ez a kettő stabil. Az első, amit mondtam, ez az együttérzés önmagammal címen található a könyvemben. Az első, elfogadom azt, hogy bajban vagyok. Tehát tudom, hogy bajban vagyok, és hogy ez nekem nem jó most. Ez az első gondolat. A második gondolat az az, hogy bárkivel előfordulhat. Ezt nem én kaptam büntetésként, nem velem szúrt ki az élet vagy a sors, hanem bárkivel előfordulhat bármikor. És a harmadik gondolat ilyenkor az, hogy most mit tudnék tenni azért, hogy jobban legyek. És lehet, hogy erre ott per pillanat az a válasz, hogy én semmit. De például észrevehetem azt, hogy kérek egy pohár vizet, mint ahogy észre is vettem, és akkor szólok az ápolónak, hogy adjon egy pohár vizet, nagyon szívesen adnak. Tehát ez a három gondolat, ez nagyon-nagyon fontos. Elfogadom, hogy mi van, és tudom, hogy ez nekem rossz. Tudom, hogy nem én vagyok az egyetlen, akivel ez megtörténhet, és hogy mit tehetnék most azért, hogy egy kicsit jobban legyek.
Ez volt az egyik gyakorlat, ami segített, de azt ne higgyétek, hogy közben gondolatban lapozgattam a könyvemet, hogy vajon mi fog segíteni, hanem hogy nem véletlenül írtam ezt a könyvet, mert én ezzel évek óta foglalkozom, tehát nyilván ezeket a gyakorlatokat gyakorlom a saját életemben is. És a másik, amikor átment rajtam a remegés, és egy picit nyugodtabb voltam, és éreztem, hogy megint jönne egy következő felizgatódás, akkor a légző gyakorlatok, és konkrétan a négyszög légzés. Nekem ez a mániám, nem tudom, ismeritek-e a négyszög légzést, hogy négy ütemre számolva belélegzek, négyig bent tartom a levegőt, négyig kifújom, majd pedig négyig légzésszünet. Nagyon nagy segítségemre volt, hogy ahogy feküdtem az ágyon, felettem pontosan egy olyan neon volt, ami négyzet alakú volt. És akkor a neon oldalain számolgattam a négyeseket. És nagyon jó volt. Tehát, hogy segített abban, hogy egy kicsit kevésbé kerüljek bele újra abba a nagyon felizgatott állapotba, hogy Úristen, mi lesz, mert mi az, ami felizgat újra és újra, hogy nem tudod, hogy mi lesz. De ha lefoglalod magad ezzel, akkor megnyugszol. Vagy legalábbis részben megnyugszol. Innen is látszik, hogy a kórház belső építésze olvasta a könyvedet. Már a 70-es években, amikor elkészült ez a neon. Nagyon, és milyen fontos, hogy észreveszel egy ilyet, és tudod használni, míg mást talán idegesített volna az a villogó neon, addig neked egy inspirációt vagy lehetőséget adott, ez nagyon fontos. Mit tudtál azzal kezdeni, hogy kontrollt szeretünk tartani, talán ez a 21. századi embernek a legnagyobb kihívása, bekerülsz egy kontrollvesztett állapotba, és még utána a testedet el kell engedned, és még inkább kontrollvesztett állapotba kerülsz. Hogy segít ebben ez a két könyv, hogy segítenek a gyakorlatok ebben, hogy ezen is túl tudjunk lendülni? Mivel a körülményeket kontrollálni nem tudom, az egyetlen az marad megint csak, hogy kapcsolódom magamhoz. Tehát figyelem, hogy mi történik bennem. De nem árgus szemekkel, csak finoman, szeliden regisztrálom, hogy mi történik bennem. Ez nem kontroll, ez egyszerűen csak egy együttlét önmagammal. Tehát tényleg az az igazság, hogy félre kell tenni a kontrollt ilyenkor. Nagyon szeretünk kontrollálni, de az is nagyon fontos, hogy el tudjuk fogadni, hogy nem mindig tudunk kontrollálni. És ez erre nagyon jó helyzet volt. Csak lenni, és ez már jó lenni. És akkor amit még tudtam, hogy például kontrollról beszélünk, kontrollálni tudom azt, hogy mire figyelek és mit veszek észre. Tehát például mellettem feküdt egy csípőtörött 90-valahány éves néni. És akkor figyeltem azt, hogy ő hogyan próbál kommunikálni az ápolóval. Hogy az ápoló hogyan próbálja megérteni azt, amit mond. És az a jó érzés, mert ezt vettem észre, hogy meg akarják érteni, amit mond, pedig csak motyog, és megértik. Hát ez fantasztikus volt, és tényleg megértette, hogy éhes a néni, és szeretne enni. És hozott neki ételt. Tehát, hogy ilyesmikre figyeltem, hogy ki mit csinál, mi történik, hogyan éli meg azt, ami vele van egy ilyen helyzetben. Az is nehéz volt, hogy azért egy sürgősségi osztályon, hál' Istennek életemben először voltam ott, és remélem utoljára, de szóval, hogy olyan hangok és zajok vannak folyamatosan, amihez, ha nem szoksz hozzá, előbb-utóbb, akkor igencsak hamar kiakadsz tőle. Hát egyrészt rád van kötve egy vérnyomásmérő és egy pulzusmérő, és ez hangos, tehát 10 percenttel méri a vérnyomásodat. És nem csak a tiédet, hanem az összes ott fekvő betegét. Tehát egy folyamatos dudálás van, mert amikor megemelkedik egy bizonyos érték fölé, akkor még hangosabban sípol, mint ahogy egyébként dudál. Szóval, hogy valami elképesztő hangzavar van. És hát ugye délután 3-kor kezdődött a tortúrám, és másnap reggel 7-kor engedtek haza. Tehát, és én tudtam aludni. Na most ezt képzeljétek el, hogy én tudtam aludni. Nem sokat, de valamennyit tudtam aludni úgy, hogy az egyik kezemben infúzió volt, a másikban egy nem tudom micsoda, és
feküdtem ruhástól az ágyon, mert itt nincs még pizsú, meg akármi, hanem csak úgy vagy, hogy bementél. És közben sípol és dudál a 10 percenként a vérnyomásmérő. Tehát, hogy nem tudom, mi volt a kérdés, mit tudsz kontrollálni, nem nagyon tudsz kontrollálni, talán a figyelmedet tudod úgy irányítani, hogy arra figyelj, ami jó érzéssel tölt el. És ez nagyon-nagyon fontos. Ez is egy gyakorlat egyébként, hogy vedd észre mindazt, ami jó a környezetedben. És természetesen azt is feltételez, és ez nagyon fontos üzenete mindkét könyvnek, hogy nem ott és akkor, tehát nem azért tanuljuk, hogy amikor majd a sürgősségére tolnak be, akkor hirtelen csinálok két jó kis légzőgyakorlatot, hanem az a folyamatosan gyakorolt, és folyamatosan űzött, és folyamatosan akár napi szinten ismételt gyakorlatok azok, amik segítettek, hogy a pozitívat vedd észre, hogy úgy irányítsd a testedet, hogy hagyd a testedet, hogy azt a bölcsességet megértsd már korábban, akár a földhöz, vagy bármihez való kapcsolódással, hogy ott akkor is jó legyél. Meg kell kérdeznem, mert ha kis ördög ott van benne, volt valami, amit kipróbáltál, de nagyon nem működött a gyakorlatok közül? Na most ezt át kell gondolnom. Szerintem nem. Jó, szerintem hír. Nem. Nem azért, mert lehet, hogy lett volna, ami nem működik, nem tudom. Hanem automatikusan azok jutottak eszembe, úgy tűnik, amik működtek. Tehát, hogy ezért gondolom nem volt olyan, amire azt mondtam volna, hogy a fenébe, hát ez sem megy, meg ez sem, ez nem. Jó, mert vannak ilyen élmények a 7 hónap terhes jóga után, aztán a szülőszobában, hogy így kéne, nem tudok így levegőzni, mindenki menjen a francba. De egyébként nagyon jó, hogy mondod, vagyis hogy kérdezed ezt, mert nagyon-nagyon fontos, eddig nem hangsúlyoztam, de végig bennem volt a mondani való, hogy nem erőlködünk. Tehát nagyon fontos, nem erőlködünk, nem megyünk szembe semmivel. És ez nem azt jelenti, hogy na most aztán úgy megadom magam, hogy tiszta depressziós leszek, hanem hogy ott vagyok, jelen vagyok, figyelek magamat, a környezetemet, de nem erőlködök. Tehát, hogy nem kell minden áron jól lenni, és nem kell minden áron minden olyasmit csinálni, amiről azt gondoljuk, hogy ez biztos jó lenne. Próbáld meg a légzőgyakorlatot, nem biztos, hogy jó neked, nem biztos, hogy menni fog. Ó, és még egy dolog eszembe jut, relaxáltam. Tehát, hogy nyilván ezért tudtam elaludni is, mert hogy relaxáltam, és az is egy nagyon jó gyakorlat. Tehát elengedtem, amit el tudtam engedni, karomat, lábamat, ilyesmit. Köszönöm, erre is rá akartam kérdezni, hogy sokan úgyse tudunk elaludni, hogy saját ágyunkban bevackolva, álmosan este, mindent előkészítve, és te meg ott is tudtál aludni, ez is valami különleges képesség, úgyhogy ez is csak gratulálni tudunk, vagy a tested bölcsességét hagytad működni, és ez nagyon jó dolog. És nagyon fontos, hogy a könyvedben elég sokat írsz arról, hogy ha nehezen megy az elalvás, akkor mit tehetünk érte, és egyre több és újabb kutatások jönnek, amik azt mondják, hogy sajnos, ha nincs meg a nyugodt napi 7 óra alvásunk, akkor gyakorlatilag nagyon-nagyon súlyosan merítjük az energiakészleteinket, úgyhogy nagyon fontos hozzá. Köszönjük a relaxációs részt is, és arra szerettem volna még rákérdezni, hogy nagyon friss az élmény. Ugye itt van egy nagy különbség a között, hogy ez egy kritikus állapot, egy krízis, vagy valóban egy traumatikus élmény lesz, és előjöhet majd bármikor, előhívhatja ezt egy év múlva, 2 év múlva, vagy bármikor, akár egy illat, egy gomb, vagy bármi, egy hang, lehet, hogy a sípolás. Hogy érzed, hogy ez a néhány nap elég volt ahhoz, hogy ez egy kritikus állapot és egy jól hátrahagyott életesemény legyen? Na ez vagy várható, hogy ez traumaként visszaköszön? Nagyon, nagyon jó kérdés. Én most azt hiszem, hogy nem lesz belőle trauma. Pontosan az egyik oka az, amit mondtam, hogy hagytam a testemet úgy működni, ahogy működött. Tehát, hogy ez az egyik ok. A másik az, hogy persze a sürgősségi osztályon még nem ért véget minden, tehát reggel 7-kor hazaengedtek, és akkor nem az volt, hogy tök jól vagyok, hanem az elmúlt 7 folyamán minden nap voltak mélypontok és nagyon nehéz időszakok. És ilyenkor ugyanígy hagytam, hogy mi esne most jól a testemnek. Én egyébként ritkán sírok, ez tök mindegy, hogy miért, de én ezen a héten annyit sírtam szerintem, mint az elmúlt nem tudom hány évben összesen, mert jól esett. Mert spontánul jött az, hogy ki kell engedni magamból azt a feszültséget, ami ott raktározódott az alatt, az idő alatt. Ez az egyik, és ugye itt megint a trauma gyógyításának alapelvére hivatkozom,
hogy minden kritikus helyzetben rengeteg energia pumpálódik a szervezetbe. És pontosan az okozza a traumát biológiai szinten, hogy ez az energia nem tud levezetődni, és nem tud felszabadulni. És ez az oka később a poszttraumás tüneteknek. Tehát ezt én azt gondolom, hogy hagytam, és valószínűleg még hagyni fogom. Tehát nem gondolom, hogy egy hét alatt ez aztán teljesen kisimult, de nagyon nagy része azért mégiscsak megszabadultam tőle, úgy érzem. Már csak abból is, hogy jól alszom például. Tehát, hogy nem okoz éjszakai felriadást, vagy hasonló történeteket, ugyanis az egyik és az első poszttraumás tünet az alvászavar, az ingerültség és az indulatkitörések, egy fokozott aktiváció. Nekem ez most nem volt. És a másik dolog, ami nagyon fontos, hogy nem maradtam meg a tehetetlenségnél. Tehát kerestem olyan orvost, miután hazajöttem, akiben meg tudtam bízni, és aki pontosan és megfelelően ellátott olyan gyógyszerrel, amire szükségem volt, napi szinten többszöri kommunikációval. És ez nekem nagyon nagy biztonságot adott. Tehát a másik ok, ami traumához vezethet, tehát egy eseményt traumává tehet, az a tehetetlenség. Tehát a szervezetben rekedt nagyfokú energia, és a tehetetlenség, hogy ennek sose lesz vége. És én most azt gondolom, hogy ennek vége lesz. Tehát, hogy egyszer eljutok oda, hogy gyógyszerek nélkül is, vagy ha azokkal, az se baj, de hogy ez rendben lesz. Abban is segíts nekünk, hogy most a másik oldalra, hogyha barátként, családtagként ír a környezetemben valakit egy ilyen nehéz helyzet, mit tettek azért, hogy abból ne legyen trauma, hanem valamilyen kritikus helyzet, amit ő fel tud dolgozni. Itt van a családod is, úgyhogy jól ki tudjuk ezt tárgyalni, de nem elsősorban róluk kérdeznélek, hanem arról, hogy ha valóban a mi környezetünkben történik ilyen, ha az én családtagom kerül hirtelen a sürgősségére, mit tehetek? Ugye első az lenne most, hogy itt a két könyvbe szaladok, és elkezdem Dunai Tamás hangján a Trauma Gyógyítása című könyv fejezeteit lejátszani, vagy a gyakorlataidból, és azt is hallottam már tőled, hogy ha elkezd rángatózni, akkor nem szólok rá, hogy ne rángatózz, most energiára van szükséged. Ezt tudjuk. Mik a további lehetőségek, amit jól tehetek barátként, családtagként? Na, nagyon fontos tényező, amit most mondtál, ez a harmadik. Tehát az első, hagyom a testemet, hogy működjön, ahogy működik. A másik, próbálok tenni valamit azért, hogy ne legyek tehetetlen ebben a kiszolgáltatott helyzetben. És a harmadik, hogy elfogadom a segítséget, sőt, kérem a segítséget. Tehát, hogy ezt tehetik a hozzátartozók is, hogy konkrétan megkérdezik, hogy miben segíthetnek, illetve hát látszik azért a szerencsétlen állapotú emberen, hogy éppenséggel mire van szüksége. Én végtelenül sok segítséget kaptam, amiért hálás vagyok a családomnak, a férjemnek és a gyerekeimnek, és hadd mondjam el, hogy közületek is sokaknak, akik naponta rám írtak többször, hogy hogy vagyok, és rengeteg kedves levelet, meg mindenfélét kaptam, nagyon sokat jelent. Tehát, hogy azt tehetjük, hogy kifejezzük az együttérzésünket, a közeli családtagként pedig konkrétan, amire van szüksége a másiknak, abban segítünk. És nagyon fontos, amit felmerül, hiszen sokszor egy családtag, egy szemlélődő is traumatizálódhat. Abszolút. Hiszen számára ugyanannyira nehéz, és a tehetetlenséget ugyanúgy átélhető, hogy bent van az egészségügyben, és sokszor áll egy műtő előtt, és vár, akár be sem mehet. Tehát ugyanúgy akkor figyelje meg a testi érzetét, fogadja el, hogy nem kell mindig jó járni, fogadja el, hogy nehéz helyzet, és kérjünk segítséget családtagként is, miközben azt érezzük, hogy most nekünk kéne erősnek lennünk, és ebbe sokan nagyon belefeszülünk. Tudod, Bence, ha jól leszek, majd kezelem a férjemet. Mert azt gondolom, hogy nem semmi volt, amit kiállt, de most a viccen kívül, hogy tényleg így van, nem csak az traumatizálódhat, akivel megtörténik, hanem az is, akinek az a valaki fontos. És mondjuk, ha még tanúja is, ahogy a férjem tanúja volt annak, ami történt velem, szóval, hogy ne csináljunk úgy, mintha ő ebben nem lenne részes. Mit tegyünk akkor? Tehát, hogy én magam sem vagyok jól, de nagyon szeretnék támogatni.
ugyanúgy bevallhatjuk, hogy ez most nekem is nehéz, ugyanúgy mi is kérhetünk segítséget. Igen, én azt gondolom, hogy nekünk is hozzátartozóként segítséget kell kérni valaki mástól. Tehát tudjátok, mint a répa mesében a nagypapa, a nagymama, az unoka, a kutya, a macska, és a nem tudom ki volt, a kisegér, aki végül kihúzta a répát. Tehát, hogy így. Ott van egy látszolatunk, és a végén, igen, aki már nincs veszélyben, már nem fog traumatizálódni, már nem olyan érintett, ott lehet menni. Igen. Ez nagyon fontos. És mit tegyünk? Nagyon sokan vannak segítő foglalkozásúak, akik nap mint nap találkoznak nehéz helyzetekkel, és persze van egy képzés, ideális esetben van szupervíziós lehetőség, tehát sok támogató lehetőség van, de mégis azt gondolom, hogy mindig meg tudunk lepődni, és sok-sok éve a szakmában dolgozókat is néha nagyon megüti egy-egy helyzet. Ezért nagyon jó teamben dolgozni, tehát csapatban. Hogyha más nem, akkor két ülés között a szünetben az, hogy figyelj, beszéljünk majd, ha vége a napnak, mert valami olyasmi történt. Ez az akut segítség. A hosszú távú meg az, hogy nekünk nagyon oda kell figyelni a saját öngondoskodásunkra. A könyvemben egy fejezet pontosan erről szól, hogy önmagunkról hogyan tudunk jól gondoskodni. És ez különösen fontos azoknak, akik traumákkal találkoznak, nem csak pszichológusok, pszichiáterek, hanem nagyon sok olyan foglalkozás is, mint a tűzoltók, rendőrök, mentősökről ne is beszéljünk, és számos hasonló foglalkozás, tehát hogy tudni kell jól gondoskodni önmagunkról. Tehát egy stabil életritmus, számtalan olyan akár gyakorlat, amivel el tudom érni, hogy egy kiegyensúlyozott legyek, ez nagyon-nagyon fontos. És sokszor vannak is bizonyos megküzdési eszközök, és erről is írsz a könyvedben, néha nem jók, mert ott jön a szerhasználat, igen. Megiszunk egy sört, elszívunk együtt egy cigit, stb. De még mindig ott tartunk, hogyha én kimegyek tornázni a cigizők mellé, akkor nagyon furcsa néznek rám, hogy ez mit tornázik ott 5 percig, mikor cigizhetne is, pedig hát sejthető, hogy jobban járunk egy kis tornával ilyenkor. Figyelj, ez mindig attól függ, hogy te mennyire bízol abban, hogy amit te csinálsz, neked jó, mert ha kimész a cigizék közé, és tuti biztos vagy abban, hogy neked ez a torna jó, tesz, lehet, hogy ők fognak téged követni. Ha úgy bizonytalankodsz benne, hogy hát azért mit gondolnak rólam, akkor ők győztek. Szóval, hogy te csak bízz abban, tudd, hogy neked mi a jó. Oké, mostantól többet látok majd tornázni, el szoktam bújni különböző helyekben, férfi mosdókban és ilyen helyeken, mert cigizni lehet, hát szabad téren az valahogy jogos, de tornázgatni, meg meditálni, relaxálni talán ma is furcsább egy kicsit, miközben nagyon fontosak ezek a napi gyakorlások, és amikor az öngondoskodást mondod, akkor mindig felmerül és írsz erről is, hogy az önzés vagy nem önzés. És azt gondolom, hogy most kimondhatjuk, hogy nem önzés az öngondoskodás, mert mint a repülőgépen először muszáj, hogy magunkról tudjunk gondoskodni, egyébként nem fogunk tudni másról a szeretteinkről, vagy akiket éppen támogatunk. És egy nagyon fontos gondolat, amiről már beszéltünk, hogy ez nem feltétlenül nagyon sok idő. Mert amikor öngondoskodásról beszélünk, akkor rögtön az jut eszünkbe, hogy akkor ma ilyen pizsinapot tartottam, aztán elmentem a fodrászhoz, a körmöshöz, az uszodába, utána beültem még egy kád vízbe, és aztán a nap végén még egy óriásit vacsoráztam. De lehet, hogy ezek csak néhány percet igénybe vevő gyakorlatok. Abszolút. Egyszerűen észrevenni azt, hogy valamire szükséged van, ez már öngondoskodás. Ez a legegyszerűbb gyakorlat, hogy napi 5 perc szünet, amit csak magadra fordítasz, és megkérdezed magadtól, hogy mi van most, hogy vagyok. Én most meg tudnám mondani, hogy nekem most mi lenne jó, de most nem rólam van szó, hanem bárki, hogyha most magatokban néztek, hogy úgy igazán mi esne jól. Ez már egy öngondoskodás. Ennyi. Vagy ha munka után azt mondod, hogy úgy megyek haza, hogy plusz 5 percet sétálok. És majd csak úgy térek be a lakásba, hogy már kiment belőlem ez a fajta feszültség, ami mondjuk napközben ott volt. Ilyen egészen egyszerű dolgokra kell gondolni. Én nagyon ritkán örülök meg a piros lámpának, de amikor a biciklin szembesütött a nap, és kaptam egy hosszú piros lámpát, és kaptam másfél percet, hogy süsson a nap, ez egy igazi boldogság volt. Szóval, hogy ezek az apróságok ott vannak, mint lehetőségek, és még kicsit kuncogtam is magamon, hogy de jó piros. Szembecsuk az Andrássy úton, és hallom, hogy mikor kell majd elindulni, remélem. Szóval, hogy ez tényleg napi szinten gyakorolható, és ott van. Abszolút, meg az is öngondoskodás,
hogyha megtanulod észrevenni, hogy mi az, ami jó. És itt most nem ez a pozitív fanatizmus, amiről beszélek, hogy csak a jót kell észre. Szó nincs róla, vedd észre azt is, ami rossz, reálisnak kell lenni. De hogy van, aki úgy éli le az életét, hogy csak panaszkodik, és csak azt nézi, hogy mi a baj, mi a rossz, mi a kritikus, stb. Ez így nem oké. Vedd észre azt is, ami jó. Miért? Mert ha jól érzed magad, ellazulsz. Ha ellazulsz, az idegrendszerednek a paraszimpatikus működése lép előtérbe, ami energiát ad és pihentet. Ezért. Ha viszont folyton azt nézed, hogy hol van javítani való, mi a kritikus, akkor összehúzódnak az izmaid, mert az akarás, akkor tenni akarsz valamit. Az fáraszt, az kimerít. Tehát engedd meg magadnak, hogy jól érezd magad. A könyv, a trauma gyógyítása önállóan is elolvasható, van hozzá hanganyag, megpróbálkozhatunk vele. Mikor próbálkozzunk magunk, mikor ne próbálkozzunk, mikor forduljunk mindenképpen szakemberhez? Ez az első kérdés, aztán majd meg kell kérdezni, hogy szakemberként hogyan használjuk a könyvet, de hogy egyszerű laikusként, és erről írnak a könyvek, és hogy biztos találunk valamilyen korábbi életünkből lévő kisebb vagy nagyobb traumatikus eseményt, amit fel tudunk dolgozni, hogy használjuk jól a könyvet. Szerencsére annyira jól írta meg a szerző ezt a könyvet, hogy ártani nem lehet vele. Ez a legelső, amit mondani szeretnék. Tehát úgy vezeti be a saját magad felfedezését, hogy nagyon finoman, nagyon jó ráhangolással közelít ahhoz, hogy figyeld meg, hogy mi történik benned, és bármikor nagyon-nagyon felzaklatódsz, akkor tarts szünetet. És hogyha észreveszed, hogy van egy olyan téma, ami nagyon kiakaszt, ami nagyon felzaklat, ami nem tudsz túl lenni, akkor lehet és érdemes szakemberhez fordulni. De egyébként nem feltétlenül kell. Nagyon érdekes egyébként, hogy maga a szerző nem pszichoterápiának hívja ezt a módszert, hanem egyszerűen így, ahogy mondja is, gyakorlati programnak. A módszer, amit ő leírt, az a neve angolul, hogy somatic experiencing. Magyarul ezt nem fordítottuk le, de van magyarul is egyébként társaság, a Magyar Somatic Experiencing Társaság, akinek ez a fő profilja, és nem csak pszichológusok végezhetik. Tehát ez is arról szól, hogy meg lehet tanulni, nyilván megfelelő helyen ezt a módszert, de ez a könyv segít abban, hogy te magad is elkezd ezt a tanulást, hogy hogy tudsz magadhoz úgy kapcsolódni, hogy az egy szelíd és gyógyító kapcsolódás legyen. Ez a módszer is úgy tanulható jól, hogy kisebb falatokban haladok, igen, tehát nem egy súlyos élettraumát hozok, hanem, és ahogy a szerző ír róla, nekem is eszembe jutott, tényleg volt olyan, hogy lecsúsztam a csúszdán, megrepett a bordán, nem kaptam levegőt néhány másodpercig, egy furcsa, egy egész életemre megmaradó, de nem annyira traumatikus élmény. Ezen én el tudtam kezdeni gondolkodni, de aztán egy második, vagy egy harmadik, vagy egy negyedik lépésben tudok elővenni majd aztán egy komolyabb eseményt. Így van, pontosan. Nagyon szépen vezet végig a könyvezen, és ehhez a hanganyagok is nagyon jók. Második kérdés, akkor szakemberként hogyan lehet jól használni ezt a könyvet, odaadni, vigye-vegye, használja, hogy lehet jól támogatni? Szerintem úgy, hogy együtt haladunk azzal, aki olvassa. Tehát ugye megnézi az első leckét, hogy hogyan tud a saját testéhez kapcsolódni bizonyos érintések vagy egyéb módszerek révén, és akkor megkérdezzük a következő alkalommal, hogy mit tapasztalt. És akkor ennek mentén tudunk tovább haladni, hogyha valaki ezzel a módszerrel dolgozik. Szerepel is a könyvben, hogy jó, ha van a környéken egy közeli családtag, egy barát. Működik csoportos módszerként is valamilyen módon? Mennyire hiszel ezekben a technikákban csoportosan alkalmazva? Én nem ebben a módszerben képződtem, tehát erről nem tudok nyilatkozni, hogy ez csoportosan hogyan alkalmazható. Én az EMDR-ben képződtem, az az Eye Movement Desensitization Reprocessing. Azt szokták csoportosan is alkalmazni. Különösen akkor, amikor akut stressz állapotot kezelnek, háborús sérülteknél, menekülteknél, kifejezetten jók a csoportos módszerek. Annak van egy sajátos tematikája, és két csoportvezető csinálja által 8-10 emberrel, és nagyon szépen lehet dolgozni vele. Köszönöm. Lesz lehetőség kérdezni majd később a kedves itt ülő nézőknek, de én arra gondoltam, hogy
ezzel kezdted az elején, hogy említetted a légzést és a négyszög légzést, hogy én nagyon szívesen adnám az itt ülőknek, illetve a képernyők előtt ülőknek is, hogy segítesz minket egy rövid gyakorlásban, ellazulásban, mert azt gondolom, hogy bármikor is nézzük vagy hallgatjuk, nekem volt már szerencsém egyszer ezt kipróbálni veled együtt, és nagyon sokat adott akkor, benne vagy ebben? Hát, hogyne, persze, szívesen. Úgy, átadom a szót, és arra biztatok mindenkit, hogy érdemes ezt itt és most kipróbálni. A könyvet olvasva nekem más élmény volt, mint Zsuzsa személyes instrukcióival, és azt gondolom, hogy érdemes ezt most kipróbálnunk, és ezzel búcsúzunk a kamerák előtt ülőktől, úgyhogy átadom a szót, és próbáljuk ki. Azt szeretném kérni önöktől, hogy aki szeretné kipróbálni, az mind a két lábát tegye a talajra. És a kezét is nyugodtan az ölébe. És nem kell mindenkinek kipróbálni. Tehát ha valaki nem szeretné, akkor csak figyel. Viszont, mivel azt fogom kérni, hogy a szemeteket csukjátok be, az is csukja be a szemét, aki nem akarja kipróbálni. Hogy nyugodtak legyünk abban, hogy nem valaki figyel bennünket, miközben belemélyedünk az önmagunkkal való kapcsolatba, jó? Tehát akkor csukjátok be a szemeteket, engedjétek meg, hogy most tegezzenek benneteket így a gyakorlat erejéig, és csak egy kicsit figyeljétek meg azt, hogy hogyan tartjátok a vállatokat. És ha lehet, lazítsatok rajta, mintha leengednétek a vállatokat. Ezt máskor is lehet használni, nagyon jó érzés, amikor a vállunkat leengedjük egy kicsit, olyan, mintha letennénk egy nagy zsákot. Igen. És most arra kérlek benneteket, hogy képzeljetek el egy négyzetet magatok előtt. Válasszátok ki az egyik sarkát, mindegy, hogy melyik sarkát választjátok ki. És akkor kezdjetek el saját ütemetek szerint négyig számolni, miközben elindultok a négyzet másik sarka felé. Tehát most kezdjük. 1, 2, 3, 4 belégzés, bent tartom, 2, 3, 4, kifújom, 2, 3, 4, légzés szünet, 2, 3, 4. Most újra kezdjük, tehát belégzés, 1, 2, 3, 4, bent tartom, 2, 3, 4, kifújom, 2, 3, 4, és légzésszünet, 2, 3, 4. És ezt így 3x4-szer saját ütemben. Amikor a gyakorlatot befejezitek, majd egy kicsit mozgassátok meg az ujjaitokat, a lábaitokat a talajon, nyújtózatok egy jót, és nyissátok ki a szemeteket. Na, hát nyilván csoportosan és először ez a gyakorlat nem biztos, hogy pont olyan, mintha egyedül csinálod, de remélem, hogy most is volt, aki meg tudta tapasztalni, hogy nyugtat. Ez a gyakorlat két okból is nyugtat. Egyrészt, mert amikor úgymond hiperventillálunk, tehát izgatottak vagyunk és gyorsan lélegzünk, akkor a kilégzésünk rövidebb. És ez a négyes légzés ugyanolyan hosszúvá nyújtja a kilégzést, mint a belégzést, és ezáltal nyugtat, sőt tart egy légzésszünetet is. Tehát ez a hosszú kilégzés, légzés, szünet, nyugtat, és mivel számolunk közben, ezért az agyunknak azt a területét is használjuk, ezt úgy hívjuk, hogy préfrontális terület, ami önmagában is gátolja a nagyon intenzív érzelmeket. És ezért van egy ilyen kettős jó hatása ennek a légzőgyakorlatnak. Szerintem próbálgassátok. Én nem egyszer használtam olyanoknál, akik pánik helyzetben voltak. És hát magamnál is bevált, úgyhogy tényleg azt tudom mondani, hogy érdemes. De nem csak ez a légző gyakorlat van, hanem több más is. A kulcs az, hogy a kilégzés mindig hosszabb legyen, mint a belégzés. Mert akkor nyugtat.
Na, köszönöm szépen annak, aki kipróbálta. Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad ezt velünk, és itt a lehetőség, ha felmerült esetleg kérdés a beszélgetés során, akkor örömmel meghallgatjuk, igyekszem nagyon figyelni, kihangosítom, és Zsuzsa válaszol rá. Igen. Ki fogom hangosítani mindenkit. Kihangosítom. Mit tehetünk a munkahelyi stresszel, hogyha ott helyben nincs lehetőség elvonulni, levezetni? Mit tehetünk azért, hogy ne vigyük haza? Ezt a stresszt. Tehát ez konkrétan olyan helyzetet jelentene, gondolom, amikor felhúzza magát a munkahelyén valamin, ugye? És nem tud kimenni a szobából, ott kell jelen lennie, és mégiscsak valahogy túl kéne élni ezt a helyzetet, vagy legalábbis nem kellene felrobbanni, ugye? Na hát, pontosan ezek azok a helyzetek, ahol a légzőgyakorlatokat lehet csendesen csinálni. Nem veszi észre senki, illetve... Nem, csak nyugodtan. Egy kicsit talán lehet az ablak felé fordulni, vagy nem tudom bárhová. Tehát a legcsendesebben végezhető gyakorlatok a légzőgyakorlatok, illetve a figyelemelterelés. Ez nagyon érdekesen hangzik. A figyelemelterelés az például olyan elmejátékok gyors alkalmazását jelenti, amik szintén lekötik a préfrontális lebenyt, és ezáltal csökkentik a nagy feszültséget. Szójátékokat használni. Vagy elkezdeni a telefonon olyan képeket nézegetni, vagy bármilyen kis alkalmazást, ami teljesen eltereli a figyelmet. De ez csak SOS segítség, mert nem oldja meg a helyzetet, de átmenetileg ezt a nagyfokú feszültséget ki tudja engedni. És még egy dolog, lehet rázogatni a kezet és a lábat, ha nem veszik észre. Nem viccelek, tényleg segít. Okay. Most már értjük, hogy a laptopok négyszögletes képernyőjét a légzés gyakorlathoz igazították tulajdonképpen. Nagyon sokat segíthet akkor benne. Nagyon, igen, valóban jó, hogyha nem visszük haza ezeket a feszültségeket, illetve talán még az út haza, ami tud segíteni. Hát, és még egy ötlet eszembe jutott. Nem tudom, biztosan mindenkinek voltak középiskolában, vagy általános iskolában nagyon unalmas órái, vagy idegesítő órái. Hát mit csináltatok olyankor? De tényleg ötleteket kérek. Rajzoltunk és firkáltunk, így van a firkálás. Tudományosan kimutatott módon csökkenti az érzelmi feszültséget. A dúdolás szintén, tehát ezek az egészen ősi, ritmikus tevékenységek mind-mind feszültségcsökkentők. Tehát olyankor rajzoltunk az irodalom könyvekbe, híres íróinknak szakállat, bajuszt és glóriát a feje fölé, vagy mit tudom én, micsodát. Úgyhogy igen, tehát hogy lehet firkálni, le lehet írni, azt talán nem látja senki olyankor. Akármilyen szavakkal le lehet írni, aztán szét lehet tépni. Tehát ilyen apró tükköket. E-mail magunknak a klaviatúrán. Vigyázzon, kinek küldjük el, de magunknak szerintem lehet ilyet küldeni. És a kép, amit mondtál, ez is szerepel a könyvekben is, hogy egy képgyűjtemény, hogy ilyenkor ne keressük, a 6 éve volt egy olyan jó, és csak keressük, hanem van egy gyűjtemény. Sokaknak ezért is van a képek a munkahelyi asztalán, vagy naptár, mert ott van az a 10-12 fontos kép a szeretteinkről, ami olyankor azért nagyon ki tud mozdítani. Ugye, hogy a Harry Pottert sokan láttátok? Na. Hogy űzik el a mumust? Emlékeztek arra a jelenetre, amikor... Igen. Tehát, hogy amitől legjobban félsz, vagy amire haragszol, megpróbálod egy olyan képben elképzelni, hogy nevetséges legyen. Hát próbáld el képzelni azt, aki feldühített. Úgy, hogy nevetséges legyen. Főnököd photoshopolt képét érdemes ott tartani. Igen. Azt hiszem sokaknak felgyűltek ilyen munkahelyi
élményei. Nekem azt szerepelt ott, hogy főnök csak az hibázik, aki dolgozik. Ez volt a táblán, és mindig erre néztem, amikor haragudtam a főnökre, de aztán leszedette. Van esetleg még kérdés? Nincs kötelezettség. Van-e valami, ami esetleg neked, Zsuzsa, a fejedben maradt, és nem kérdeztem rá, vagy nagyon szívesen elmondtad volna, és az elmúlt 50 percben komoly jegyzetekkel érkeztél, úgyhogy köszönöm itt. Igen, van még egy dolog, amit itt mondanék, és zárszónak is nagyon szép, szerintem, a Levin könyvéből, hogy amikor még nem tudjuk, hogy van-e segítség egy nehéz helyzetben, egy ilyen nagyon szép gondolat segíthet, ezt Levin írta le, hogy köszönetet mondok az ismeretlen segítségért, amely már úton van hozzám. Ha ebbe belegondoltok, ez annyira szép, mert hogy bármikor jöhet segítség, és hogy ebben hinni, hogy jönni fog. Nem tudom hogyan, nem tudom kitől, nem tudom mikor, de meg fog érkezni, és már úton van hozzám. Úgyhogy azt hiszem, ennyit akartam mondani. Ez tényleg az hivatalos zárszó, és akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Magyarosi Révész Zsuzsával beszélgettünk.